Újabb gyógyszergyártó cég jelentette be, hogy hatékony vakcinát fejlesztett ki a koronavírus ellen. Az amerikai Moderna úgy számol, hogy az oltásból 20 millió adagot kaphatnak az amerikaiak még idén. Később pedig az Európai Unióba is szállítanának. Eközben az Európai Tanács újabb gyógyszergyártónál foglalt le koronavírus elleni vakcinát az unió tagállamai számára. 405 millió adagra szerződtek le a német CureVac céggel, de az Európai Tanács több vállalattal is tárgyal a védőoltások beszerzéséről. Egy újabb amerikai gyógyszergyártó cég jelentette be, hogy hatékony koronavírus elleni vakcinát fejlesztett ki. Állításuk szerint az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy 94,5% a vakcina hatékonysága, ami rendkívül magasnak számít. A Moderna az év végén tervezi az ipari méretű gyártás beindítását. A cég elnök vezérigazgatója azt mondta, először az Egyesült Államokban terjesztik majd az oltóanyagot, de később az Európai Unióval is szerződhetnek. Az első megállapodás, amelyet az amerikai kormánnyal kötöttünk, 100 millió adag megrendeléséről szól. Tehát arra számítunk, hogy az év vége előtt ebből a 100 millióból akár 20 milliót már le is szállíthatunk, mondta Stefan Panzel. A Moderna olyan oltóanyagot fejleszt, amiből a páciensnek kettőt kell beadni, 4 hetes különbséggel. Tárolásához nincs szükség speciális felszerelésre, mínusz 20 fokon akár 6 hónapig is eláll. A cég állítása szerint egy hónapig akár hűtőszekrényben is tárolható. Ez viszont nagyon megnehezíti és megdrágítja a vakcina szállítását. Ezzel ők a negyedik olyan oltóanyaggyártó, amelyik azt állítja, hogy a tömeges kísérletet elvégezve hatásos vakcinát állított elő. Közben az Európai Bizottság elnöke hétfőn bejelentette, a CureVac nevű céggel is szerződnek 400 millió adag vakcina szállítására. Ez a vakcina hatásosnak és biztonságosnak bizonyult a COVID-19 ellen. Minden tagállam egy időben kapja meg a vakcinát népesség arányosan és azonos feltételek mellett. Az amerikai Pfizer és a német BioNTech a tervek szerint hamarosan már szállítja Európának a nemrég elkészült oltóanyagát. Ha minden jól megy, ez év végén, jövő év elején elkezdjük a vakcina kiszállítását. Az a célunk, hogy áprilisig leszállítsunk mintegy 300 millió adagot, aminek már látható eredményt kell elérnie a járvány visszaszorításában, mondta a cég alapítója, de hozzátette, nyárra lehet teljes a siker. A kínaiak is elkészültek egy vakcinával, amit Kínán kívül Brazíliában is tesztelnek. A latin-amerikai ország is januárban szeretné kezdeni tömeges oltási programját, amelyhez már meg is rendeltek 46 millió egységnyi kínai vakcinát. A világ nagy légitársaságai és repterei is készülnek már a rohamra. A Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség becslése szerint csak a vakcina szállítására 8000 repülőgépre lesz szükség. Természetesen az sem mindegy, hogy az oltóanyagot milyen körülmények között juttatják el rendeltetési helyükre. Most inzulint szállítunk, aminek állandó mínusz 5 fokos hőmérsékletre van szüksége, de ha kell, tudunk mínusz 52 fokot is biztosítani, mondta az Air France gyógyszerszállító részlegének vezetője. Oroszország már meg is kezdte a tömeges oltást a saját fejlesztésű Sputnik V oltóanyaggal. Az orosz vakcina iránt nagy az érdeklődés világszerte. Indiától az Egyesült Arab Emirátusokig rengetegen jelezték, hogy milliós nagyságrendben szeretnének vásárolni belőle. Ha az oltóanyag beválik, Magyarország a sorozatgyártásban is részt vehet. Biztonságos és hatékony vakcinák kellenek, olyanok, amelyek sok ember számára elérhetőek. Erről már Szlávik János beszélt a Kossuth Rádióban. Az infektológus szerint a Moderna oltóanyaga csaknem 95%-ban bizonyult hatékonynak, ami jónak számít. De a következő hónapokban az lesz a fontos, hogy melyik vakcinából tud nagy mennyiségben vásárolni az ország. Szlávik János azt is mondta, hogy nem a vakcinák mellékhatásaitól kell félni, hanem a koronavírustól. Az Európai Unió ból Magyarország lekötött egy bizonyos mennyiséget, ez a bizonyos vakcina a vírusvektor vakcinák közé tartozik. A keletről, Kínából, Oroszországból érkezhetnek más típusú vakcinák, de hasonlóak is. Úgyhogy ezt nem lehet megmondani. Én azt szoktam mondani, hogy az a jó vakcina, ami már itt van, sok ember számára elérhető, biztonságos és hatékony.